Makrofotózás makroobjektív nélkül egyszerűen és olcsón? Ezt kínálják a makró közgyűrűk és előtétlencsék. Mi a közgyűrű és mi az előtétlencse, melyiknek mi az előnye és a hátránya? Illetve melyikkel, milyen optikán tudjuk a legjobb eredményt elérni? Keresünk egy jó kis helyet, ahol ezt meg tudom mutatni, de előtte egy nagyon fontos kérdés, hogy mi az a makroobjektív, illetve mi nem makroobjektív. Szigorúan véve azokat az optikákat hívjuk igazi makroobjektíveknek, amikkel annyira közel tudunk fókuszálni a témához, hogy egy az egyhez, azaz 100%-os nagyítást tudunk elérni. De mi ez a nagyítás? Az egy-egyes vagy 100%-os nagyítás azt jelenti, hogy annyira közel tudunk fókuszálni, hogy a tárgyat az optika ugyanakkor a méretben képezi le a szenzorra, mint amekkora a tárgy a valóságban. Azaz egy 100 forintos lefotózva egy full frame szenzoros géppel így fog kinézni a kép, még egy crop szenzoros géppel így. Ha viszont az elérhető maximális nagyítás csak 1:4-hez, akkor már a tárgyat messzebb kell vinni az optikától, így a szenzorra vetített képe negyed akkora lesz, mint az életben. Ez így néz ki egy 100 forintossal, egy full frame fényképezőgépen és egy crop szenzoros fényképezőgépen. Nagyon jól látszik ezeken a képeken, hogy bár az optika gyújtótávja és az elérhető nagyítás is ugyanaz, a crop szenzoros gépekkel úgymond idézőjelben közelebb tudjuk hozni a témát. De ez gyakorlatilag csak is abból fakad, hogy a crop szenzor egy kisebb szeletet vág ki az optika által leképezett képből, mint a full frame szenzor. A legtöbb valódi makrooptikán egyébként meg szokták jeleníteni az adott fókusztávolságon elérhető nagyítás mértékét is, általában 1-1, 1-2, 1-4, valami ilyesmi számokat látunk rajta. Mi nem igazi makroobjektív. Nagyon fontos, hogy sok gyártó ráírja mindenféle zoom objektívre, amivel egy kicsikét jobb nagyítást is el lehet érni, hogy makró. Viszont ezek valójában igen messze vannak a vérbeli makró objektívektől, tehát nem lehet velük általában egy-egyes nagyítást elérni. Az, hogy ezek idézőjelben kamu makró objektívek, abból is tudható, hogy a legtöbb igazi makró objektív az fix gyújtótávolságú, zoom objektívek nem találunk közöttük. Ezek a kamu makró optikák általában nem képesek 1:3-hoz, tehát 33%-osnál nagyobb nagyítás elérésére. Arról nem is beszélve, hogy az igazi makroobjektívek úgy vannak megépítve, hogy a legjobb képminőséget a legkisebb fókusztávolságon, tehát közeli tárgyaknál adják, míg ezeknél az általános zoom objektíveknél ez nagyon nem így van, ezek sokkal inkább általános használatra vannak tervezve, és nem kifejezetten makrózásra. A másik dolog, ami az egyéni oktatásaimon felszokott merülni, hogy a makroobjektívek tudnak-e a végtelenbe fókuszálni? A válasz az, hogy igen, a makroobjektívek nagyon nagy része tud a végtelenbe is, és egészen közelre is fókuszálni. Vannak egészen ilyen hardcore makrooptikák, mint például ez a Canon 65 mm-es, ami 1 és 5-szörös nagyítás közt tud leképezni, itt például nem lehet fókuszálni a végtelenbe. De azoknál a hagyományos, valódi makrooptikáknál, amiknél az elérhető nagyítás 1:1-hez, azok mind tudnak a végtelenbe is, és egészen közelre is fókuszálni. Mik azok a makró közgyűrűk? Ezek gyakorlatilag ilyen üres műanyag vagy fém darabok, az optikát távolabb viszik a szenzortól, tehát ezekben nincsen semmi üveg, ezek gyakorlatilag ilyen hézagoló szerepet töltenek be. Olyan, mintha az optikát levenném a fényképezőgép vázról, és kézzel eltartanám a szenzortól, de ugye ez nyilván nem megoldás, hiszen csomó fény beszűrődne oldalt. A közgyűrűk legfontosabb jellemzője az, hogy mekkora távolságra tolják el az optikát a szenzortól. Általában a közgyűrű sort szoktak árulni különböző méretű darabokkal,
Nekem olyan van, hogy egy 11 mm-es, meg egy 18 mm-es van egy csomagban. Ezeket használhatom külön-külön is, vagy akár össze is rakhatom a kettőt. Így, és akkor már 18 meg 11, tehát 29 mm-es közgyűrűnként fognak szolgálni. Természetesen ahány fényképezőgép márkának ahányféle bajonettje van, annyiféle közgyűrű sor is van, tehát minden bajonett típushoz külön közgyűrű sort kell venni. Minél távolabb viszünk bármilyen optikát a szenzortól, az optika annál közelebb lévő tárgyakra fog tudni fókuszálni. És hogy milyen nagyításokat tudunk a közgyűrűkkel elérni? Ezt nagyon egyszerű kiszámolni. A közgyűrű hosszát elosztjuk az optika gyújtó távolságával, majd ezt a számot hozzáadjuk az optika által a közgyűrű nélkül elérhető legnagyobb nagyításhoz. Tehát, hogyha egy optikával 50 mm-en az elérhető legnagyobb nagyítás 0,23, akkor ha mögé rakok egy 18 mm-es közgyűrűt, akkor 18 per 50, azaz 0,36, ennyivel tudok nagyobb nagyítást elérni, tehát 0,23 plusz 0,36, 0,59-es nagyítást fogok tudni elérni, ami nagyjából 1-2 nagyításnak felel meg, ami egy 100 forintoson demonstrálva ilyen képet ad. Ha viszont összerakom a két közgyűrűt, tehát a 18 és a 11 mm-est, és ezt teszem az 50 mm-es optika mögé, akkor a hézag már 29 mm lesz, és az elérhető legnagyobb nagyítás már 0,81 lesz. Ebből sajnos az következik, hogy az optikának minél nagyobb a gyújtótávja, annál kevésbé érvényesül a közgyűrűnek a hatása. Tehát a közgyűrű legjobban a kis gyújtótávolságú optikákra tud úgymond hatni nagyítás szempontjából. Ha az optika gyújtótávolságja nagy, akkor a közgyűrűnek szinte alig lesz hatása. Ha például egy 16 mm-es objektív mögé rakom a 29 mm-es közgyűrű sort, akkor a nagyítás jóval egy fölött lesz. Viszont ennek az a nagyon nagy hátránya, hogy ilyenkor a tárgytávolság annyira lecsökken, hogy gyakorlatilag majdhogy nem az optika frontlencséjéhez hozzá kell érinteni a tárgyat, hogy éles képet kapjunk, tehát a gyakorlatban ez azért nem annyira alkalmazható ilyen rövid gyújtótávolságú optikákkal. Tehát a közgyűrűk kisebb gyújtótávolságon fejtik ki a hatásukat, teleoptikákon sokkal kevésbé. A másik hátrányuk még a közgyűrűknek, hogy általuk az optikák nem az előre megtervezett fókusztartományban, nem az előre optimalizált fókusztartományban dolgoznak, hanem jóval azokon kívül, ezért sokkal hamarabb kijönnek bizonyos optikai hibák, tehát általában a kép élesség romlik, valamint a színi hiba is hamarabb előjön. Amire figyelj közgyűrűk vásárlásakor, hogyha többet egymásba tervezel tenni, és nagy optikát teszel rájuk, akkor azért jobb, hogyha jó minőségű anyagból, tehát valami jobb minőségű műanyagból vagy fémből készültek, hiszen akkor elég nagy súlyt kell elbírniuk. Az a melyik egy gyármányú közgyűrű sor, amit én vettem a Nikon Z-gépemhez, az elég jó minőségű műanyagból készült, bár nem raktam rá hatalmas optikákat, de szerintem azért elég sokat elbír. Szerencsére minden elektronikai jelet átvisz a gépnek, tehát tudom állítani a rekeszt, és az autofókusz is működik. Apropó autofókusz. Minél nagyobb közgyűrűt helyezünk fel, az elérhető fókusztartomány annál jobban beszűkül, tehát a végtelenbe ilyenkor már egészen biztosan nem fogunk tudni fókuszálni. Például most 50 mm-es optika mögött van a 39 mm-nyi közgyűrű, és hiába tekerem ki a fókuszt a végtelenre, akkor se tudok 10 centinél messze fókuszálni. Tehát ez a közgyűrűk egyik legnagyobb hátránya, hogy nagyon rugalmatlan a fókusz szempontjából. A fenti példánál maradva, 50 mm-nél 39 mm-es közgyűrű sornal fotózva, még teljesen közelre fókuszálva se tudok egy egyes nagyítást elérni. Ezt egyébként onnan tudom, hogy a 100 forintos átmérője 23,8 mm, azaz szinte ugyanakkora, mint a crop szenzornak a hosszabbik oldala. Mögöttem nagy kurutyulásba kezdtek a békák, nem tudom mennyire fog behallatszolni a videóba, meglátjuk. Viszont a fókuszt még végtelenre tekerve se tudok 10 vagy 15 centinél messzebb fókuszálni, tehát hogyha a témám változik, akkor egyszerűen nem tudok mit tenni, a közgyűrűt le kell vennem az optikáról, aztán le kell vennem a fényképezőgép vázról, szóval extra macera az egész. Ezzel szemben egy igazi makroobjektívvel tudok 100%-os nagyítást is elérni, tehát egészen
közelre tudok fókuszálni, valamint tudok fókuszálni egészen a végtelenbe is. Tehát sokkal nagyobb rugalmasságot ad egy igazi makroobjektív. Most nézzük az előtétlencséket. Ezek az optikák szűrőmeneteibe csavarható, gyakorlatilag nagyító üvegszerű üvegdarabok. Tehát ez már valódi üveg, és a szemüvegeknél megszokott dioptria jelöléssel szokták őket ellátni. Általában plusz 1 és plusz 10 közt szoktak lenni. És hogy mekkora nagyítást tudunk elérni ezekkel az előtétlencsékkel? Minél nagyobb a dioptria szám és az optika gyújtótávja, annál jobban növekszik az elérhető nagyítás. Sajnos itt a számolás nem annyira egyszerű, mint az előbb, úgyhogy inkább nem megyek bele. De az látszik, hogy az előtét lencsék a hosszú gyújtótávon jóval hatásosabbak, viszont a kis gyújtótávon szinte semmit sem érnek. Mivel ezeket az előtét lencséket az optikák szűrőmeneteibe kell becsavarni, ezért ezek használata is egy kicsikét macerás, különösen, hogyha különböző szűrőméretű objektíveink vannak, akkor ugye mindegyikhez kell megfelelő méretűt venni, vagy valami átalakítót be kell szereznünk. Mivel ez már egy valódi üveg, ami a fényt töri, nagyon számít, hogy milyen minőségűt raksz fel az optika elé. Ha egy egyszerű és olcsó darabot, mint ez, akkor nagyobb dioptriánál hamar előjön a színi hiba, és az élesség is romlik, persze ez optikától is függ. Például én ezt az olcsó 4 dioptriás előtét lencsét, ha a Canon 7200 Obim elé tettem, akkor 100 mm-es gyújtótávnál jó képminőséget kaptam, és hozzávetőlegesen 1-2-es nagyítást értem el. Viszont 200 mm-re zoomolva már nagyon leromlott a képminőség. Tágrekeszen ilyen ködös lett a kép, de lerekeszelve F11-re se lett tökéletes. Viszont ha egy jó minőségű, a színi hibára korrigált akromát előtét lencsét, például Reynox márkájút veszel, akkor állítólag ezek alig rontják a képminőséget. Én ilyet nem teszteltem, de a makrós oldalakon jó véleménnyel vannak róluk. Ahogy a közgyűrűk is, az előtét lencsék is bekorlátozzák az elérhető fókusztávolságokat. Például egy 200 mm-es optikára egy plusz 4-es előtét lencsét fölhelyezve, ilyen a legközelebbre fókuszálva, tehát ez a maximális nagyítás, viszont a végtelenbe fókuszálva is csak egy pár centit fogok tudni messzebbre fókuszálni, tehát nagyon rugalmatlan ez az egész rendszer. Szóval foglaljuk össze a közgyűrűk és előtét lencsék előnyeit és hátrányait. A közgyűrűk kis gyújtótávon fejtik ki legjobban a hatásokat, míg az előtét lencsék a hosszabb gyújtótávokon, teleoptikákon hatásosabbak. Mindkettő inkább egyfajta szükségmegoldás a makrofotózáshoz, mert az elérhető fókusztartományt nagyon beszűkítik, ezen kívül rontják is valamennyire az optika képminőségét. A közgyűrűk és előtét lencsék mellett szól viszont az, hogy nagyon olcsó, kicsik és egyszerűen használhatóak, így aki nem akar komoly összegeket fordítani egy makrooptikára, annak ez jó megoldás lehet. Szintén hasznos akkor, hogyha már a meglévő optikáink nagyítását szeretnénk egy kicsivel megnövelni. Ha szeretnéd megtanulni a fényképezőgépedet a lehető legkülönfélébb helyzetekben beállítani, akkor ajánlom a Fényképezőgép kezelés tudatosan című online tanfolyamomat, majd belinkelem a videó alá. Illetve, hogyha szeretnéd látni, hogy hogyan dolgozik egy vérbeli makrofotós, akkor ajánlom ezt a videómat itt, ahol Újvári Zsoltot kísérem el egy makrofotós kalandra, fotózunk benne kérészeket, rákokat, atkákat, mi egymást. Nem sokára találkozunk, szia!